Önfeledten fürdőző és hűsölő kutyák. Négylábú kedvenceinknek életmentő is lehet egy-egy ilyen vizes élmény. Számukra ugyanis fokozott veszélyt jelent ez a rendkívüli és tartós meleg. A kutyák az emberrel ellentétben nem tudnak izzadni, talpárnájukban található néhány verejtékmirigy, a kánikulában megnövekedett testhőjüket azonban szájon át lihegéssel tudják leadni. Ha testhőjük 40 fok felé emelkedik, akkor már lehet gond. 41 fok felett azonban már azonnali beavatkozásra van szükség. Az úgynevezett hősoknak vagy hőgutának látványos tünetei is vannak. Erős lihegés és erős nyálzás jelenik meg, és mivel a nyál és a hörgőváladék nagy fehérje tartalmú anyag, folyadék, ez nagyon hamar habbá verődik. Tehát gyakorlatilag látjuk a habzó szájú kutyát erős melegben lihegni, az akkor már egy ráutaló jel. Ez nagyon hamar a hab eltömíti a légutakat, és elkezd az állatnak a nyelve lilulni, oldalára fekszik az állat, légszomi alakul ki, amikor nem tud megfelelő mennyiségű levegőt felvenni az állat, mivel egy habos váladékkal van tele a légút. Tehát ezeket az eseteket ilyenkor kétszer ad ki, gyorsan ad, minél hamarabb hűvös helyre kell tenni az állatot, meg kell kezdenünk a hűtését, és a légutakat lehetőleg szakembernek szabaddá kell tenni, hogy a légzés ne legyen gátolt. Az extrém melegben azonban gyakran találkoznak a hősok tüneteit mutató kutyákkal a Nyíregyházi Állatkórházban. Naponta találkozunk ilyen esetekkel. Ilyenkor intenzív kezelést kell megkezdeni, ami a vérkeringésnek a táplálása vagy támogatása, légutaknak a szabaddátétele, oxigenizáció, illetve a keringésnek a támogatása, hogy ne omoljon össze a keringés, ez a legfontosabb. Általában ez néhány óra alatt oldódik ez az állapot, és helyreáll, normalizálódik a hőmérséklet, de ennek a egy-egy ilyen állapotba került állatnak lehetnek azért utóhatásai, a 24-48 órán keresztül megfigyelés mindenféleképpen szükséges, mert a szervezeten belül olyan változások történhetnek, amelyek további láncreakciókat válthatnak ki, és ezeknek a kóros folyamatoknak a kivédésére oda kell figyelnünk, és ezért szükséges a 24-48 órás bentartás. A négylábúak közül a macskáknál kevésbé fordul elő ilyen vészes állapot, mivel ők szabadabban mozognak, rejtőzködőbb, öngondoskodóbb módon élnek, így könnyebben húzódnak például árnyékba. A kánikula azonban őket is megviseli, ezért fontos, hogy valamennyi házi állat esetében tegyük meg a hőguta elleni megfelelő óvintézkedéseket. A megfelelő ivóvízellátás az nagyon fontos, hogy álljon rendelkezésre a nap minden szakában megfelelő mennyiségű, lehetőleg hideg víz, tehát ezért akár a otthon is naponta többször cseréljük az állatainak az ivóvizét, hogy friss és lehetőleg hideg vízhez tudjanak jutni az állatok. A kórházvezető állatorvos arra is felhívja a figyelmet, hogy semmilyen körülmények között még rövid időre se hagyjunk házi állatot az autóban. A tomboló hőségben ugyanis percek alatt olyan forróság alakul ki a jármű belsejében, amely hamar végzetessé válhat az állatok számára.